vagyunk az idei év harmadik QRB és Rally 2-es Historic rendezvényén Egerben. Hát itt három párossal érkeztünk Egerbe, Galgóci Norbi Kollár Misivel, Böncöl Feri Kis Józsival és egy új párosunk, Salgó Tarjánból a Borza testvérek, akik Rally 2-ben indultak. A másodiknak az első negyedénél kifújt a turbó, éreztük, hogy elment az erő. Végig szenvedtük, bementük a szervizparkba, ott a fiúk próbálták megküzdeni vele. Volt még egy kis remény, még le tudtuk adni az éjszakai parkfelmébe, viszont reggel kivettük, de már még az utolsó reményünk is elszállt az első 10 percbe, úgyhogy sajnos ott föl kellett adni. A végén kiderült, turbóhiba volt, úgyhogy azzal már nem is nagyon tudtuk volna mit csinálni. Célunk, hogy célba érjünk. Nagyon szeretjük az Eger Rallyt, ez ismét bebizonyosult. Most ki tudtuk magunkat próbálni időre is. Hál' Istennek, ha minden igaz, akkor a harmadik helyen végeztünk. Nagyon jó csaták voltak, úgyhogy rettenetesen tetszett. Megpróbálunk még a közeljövőben egy kicsit gyorsulni, de örülünk ennek a harmadik helynek is, úgyhogy köszönjük, hogy itt lehetünk. Hogy nagyon-nagyon szívesen jövünk ide versenyezni, már Zsigulival is versenyeztünk itt. Most voltunk itt Evo 6-ossal, és most ezzel a 89-essel megyünk itt. Érkezésünkkor volt egy elég sok műszaki problémánk, ilyen apróságok, de ezt mind úgy sikerült. Rajthoz tudtunk állni, aztán nagyon nehezen indultunk, de a végére úgy érzem, hogy
hogy a végére kezdtünk el igazából relatíve jól jönni magunkhoz képest. Elég keveset megyünk sajnos, és szeretnénk magunkat utolérni elsősorban, aztán pedig hát a kategóriában helytállni. Nagyon szeretjük Egert, nagyon jó itt menni, jók voltak a pályák is, úgyhogy teljesen tökéletes volt minden. Norbiék sajnos műszaki hiba miatt kiállni kényszerültek az első nap után, de a Feriék és Balázsék befejezték a versenyt, úgyhogy gratulálunk nekik.